Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt az Ifjúságkutató Intézet podcastje, a Téka, ahol a gondolatokat nem kölcsönözzük. Inspiráló élettörténetekkel, egyéni látásmódokkal és garantáltan eredeti gondolatokkal várjuk az ifjúságúk iránt érdeklődőket. Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt az MCC Ifjúságkutató Intézet Téka című podcastja, ahol inspiráló, példaértékű történeteket ismerhetünk meg. Én Kiskozma Georgina vagyok. Mai vendégem Hegedűs Réka az Otthon Segítünk Alapítvány igazgatója. Sok szeretettel köszöntelek a tékában, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm szépen a meghívást. Az Otthon Segítünk Alapítvány 2001 óta működik, amelynek fő célja a kisgyermekes családok támogatása. A honlapon található bemutatkozás szerint az elmúlt több mint 20 évben, több mint 7000 órában csaknem 1400 mentort készítettetek fel. Az Otthon Segítünk Alapítvány 20 éve tartó folyamatos működése és az önkéntesei által támogatott családok állandó növekedése is a bizonyítéka annak, hogy még mindig van létjogosultsága az olyan kisgyermekes családokat támogató programoknak, amely képzett önkéntesek bevonásával otthon segítenek. Sőt, talán egyre inkább szükség van az ilyenfajta segítségre, támogatásra is. Miben segítitek elsősorban a szülőket? egy kicsit elmondanám az otthon segítünk alapítvány keletkezésének a történetét, hogy hogyan is jött ez létre, mert 50 évre vezethető vissza maga a gondolata annak, hogy létrejött ez a fajta úgynevezett modell, mégpedig Angliában egy hölgy, akinek felnőttek már a gyerekei, egyszer csak azt vette észre maga körül, Margaret Harrisonnak hívták ezt a hölgyet, azt vette észre maga körül, hogy azok az anyukák, és 73-ról beszélünk, tehát maga a dolog sem egy nagyon új keletű, azok az anyukák, akik kisgyereket vártak, illetve kisgyerekeik voltak, a, kisgyerekeik voltak az ő környezetében, ők is elveszettek voltak már akkor is ők is vágytak arra, hogy tapasztaltabb szülőktől, anyáktól kapjanak olyan fajta támogatást, ami átsegítette őket egyrészt a, a, praktikus dolgok nem egyedüli kitalálásán, illetve azokon a, az érzelmi és egyéb nehézségeken és turbulenciákon, amik vele járói a kisgyerekes létnek mindig. És a Margaret Harrison kezdett az ő saját baráti körében és szomszédságában gyűjteni arra önkénteseket, hogy elkezdjék ezeket a kisgyerekes családokat támogatni. És valójában ez lett az a jó gyakorlat és modell, aminek eredményeképpen eljutott Magyarországra is 2001-ben, és otthon segítünk alapítvány néven, képviseljük mi végül is ennek a HomeStart gondolatnak a a megvalósítását, de amúgy maga a, a mozgalom 22 országban van jelent, tehát egy nagyon világméretű Afrikától Kanadán át, tényleg Európa számos országában, Japánban egy nagyon kiterjedt hálózat van, akik e szerint, a modell szerint támogatják a kisgyerekes családokat. És ami azt gondolom, hogy szintén nagyon izgalmas, hogy 50 évvel ezelőtt maga a gondolat mennyire természetesen hozta azt és tudta azt, ami ma kezd egyre inkább bekerülni akár a tudományos köztudatba. Hogy a, hogyan kell a szülőket jól segíteni. A szülőket úgy kell jól segíteni, hogy nem megmondjuk nekik, hogy mit csináljanak, hanem megerősítjük őket abban, ami az ő családjuk számára a legmegfelelőbb és leghatékonyabb dolog, és mindezt azokban a korai életévekben amit ma már első ezer napnak, vagy nullától három, vagy nullától hat éves korig tartó nagyon fontos, kiemelten fontos korszaknak tartunk a gyerekek és a családok életében, de ezt azt gondolom, hogy ami tényleg izgalmas, hogy ösztönösen rájött arra 50 évvel ezelőtt ez a hölgy, hogy ebben a nagyon kezdeti időszakba kell nagyon hatékonyan és nagy bizalommal megsegíteni a családokat. Milyen családok jelentkezhetnek, hogyan jelentkezhetnek, és mi történik azután, hogy jelentkeznek a programba? Kérhet-e segítséget például egy olyan anya, akinek a családi körülményei jónak tekinthetőek, tehát a család részét képezi az apuka, nincsenek anyagi gondjaik, de mégis úgy érzi, hogy a, az anyákat sokszor nyomasztó magány leküzdéséhez más segítség, külső segítségre is szüksége van. Ami nagyon fontos és alapvető küldetés az otthon segítünk alapítványnak, hogy mi normatív krízisekben segítünk. A normatív krízisek azok, amik az ember élete során természetes velejárói az életnek. Ez legyen akár a, a kamaszkor, a költözés, a bármiféle fejlődési lépés az egyén életében, de az egyik legkiemeltebb normatív krízis az első gyerek születése. Ebben az esetben a, a, a krízis azt jelenti, hogy hogy egy olyan új élethelyzettel állunk szemben, ami mindenképpen olyan újfajta megközdési stratégiáknak a kialakítását, új értékrendek végiggondolását teszi szükségessé, amitől mindenképpen változni fog az életünk. És hát ha belegondolunk, ez a kisgyerekes életszakasz, és tényleg az első gyerek érkezése egy családba, ez extrém módon kíván újfajta mindenféle átgondolást, és, és praktikákat, támogatásokat. És innentől kezdve, ami, ami nagyon fontos a, a mi munkánkban, hogy aki, aki jelentkezik hozzánk, és aki tényleg egy ilyen normatív krízisben kér segítséget, annak mi segítünk. Mi nem tudunk igazából ö, egyszerűen csak az önkénteseink ö, vállalásából adódóan, és a, az ő, illetve az alapítvány céljaiból adódóan sem extra nehéz helyzetű családokat vállalni. Ez jelenti adott esetben azt is, hogy, hogy nagyon sokan fordulnak hozzánk sérül gyereket nevelő családok. A sérül gyereket nevelő családokat se tudunk hosszú távon segíteni, sajnos pedig nekik kiemelten szükségük lenne rá, de mert hogy az ő krízisük nem egy normatív krízis. Ettől függetlenül... A sérült gyereket nevelő családoknak is vannak normatív krízisei. Ők is költöznek, náluk is egy születés, az egy átmeneti élethelyzet, és abban ők is kaphatnak megerősítést. Tehát valójában, aki az alapítvány központi honlapján, vagy a helyi szolgálatainál jelentkezik, az először az ő kérése beérkezik egy vagy egy koordinátorhoz, vagy pedig a központi irodába, és ott már az első körben kiderül az, hogy mi vagyunk-e azok, akik tudunk neki segíteni. Ez a segítség azonban nagyon sokféle lehet, sokféle kérés érkezik hozzánk. Általában az a fajta, tehát a nagyon gyakori segítségkérés szokott lenni az, hogy nagyon egyedül vagyok, nagyon sok. Elöntenek a, a feladatok, a dolgok, az érzelmek. Ebben kérnek nagyon sokszor segítséget, sőt azt gondolom, hogy ez talán a leggyakoribb segítségkérés, és akkor erre tudnak a, a koordinátoraink reagálni. Abban az esetben, hogyha van szabad önkéntesük, van az adott településen lehetőség segíteni, akkor, akkor onnantól kezdve felveszik a kapcsolatot a családdal. Vannak-e ritkább esetek, mikor mondjuk az édesapa marad otthon a gyermekkel, és ő keresi fel az alapítványt? Vagy kik azok, akik általában meg szokták keresni? Hát többnyire azt gondolom, hogy nem árulok el nagy titkot, hogyha anyukák szoktak leggyakrabban minket keresni, de azért egyre többen ö, keresnek apukák is. Egyrészt adódik ez azt hiszem abból, hogy a fiatal családok életébe egyre jobban jelen vannak az apukák. Egyre... Több szerepet szeretnének vállalni a gyerek, gyerekek nevelése a családi életben való részvétel körül. És innentől kezdve ez azt is jelenti, hogy egy apuka, amikor észreveszi azt, hogy a felesége mondjuk olyan helyzetben van, és ő ott kell, hogy hagyja minden nap, hiszen többnyire azért még mindig a férfiak járnak dolgozni a, a kezdeti életévekben. Tehát, hogyha hogy egyre inkább látjuk azt, hogy van szeme a férfiaknak arra, hogy, hogy segítségre van szükségük, és innentől kezdve beengedik a, a családok a, az önkénteseinket a, az ő életterükbe. És, és például nagyon sok apuka van, aki konkrétan a, azt mondja, hogy egyszerűen látja, hogy a feleségének sok, ő nem tud aktívan jelen lenni, de legalább átmeneti időszakra néhány órára szeretné, hogyha valaki besegítene ott a családi életbe. Nagyon tipikus első gyerekeseknél egyre több ikres családnak segítünk, tehát rengeteg-rengeteg megkeresés érkezik. Azt gondolom, hogy az ikres családok már egyre inkább kézről kézre adják a az otthon segítünk számát, mert tényleg nagyon embert próbáló dolog ikrekkel otthon lenni, és nagyon sokszor keresnek minket nagy családosok akiknek akár a tényleg sokadik gyereke, harmadik, negyedik, ötödik gyerek esetében is kérnek segítséget, hiszen gyere, minden gyerek mindig hoz egy új élethelyzetet, és ezekbe az élethelyzetekbe is nagyon-nagyon megváltozott igények és szükségletek lehetnek. Ha már szóba került az, hogy szájhagyomány útján terjed az alapítványnak a híre, hogyan találnak általában az alapítványra a családok ezen túl? Egyrészt azt gondolom, hogy a, a, a Facebook az nagyon átvette a, az információs csatorna elérés egyik fő szerepét, tehát kevéssé a, a honlapunkon találnak meg minket, inkább a Facebook oldalunkon. De azt is látom, hogy, hogy azon túl, hogy hirdetjük a, a, a létező szolgálatokat helyi szinten, helyi újságba, szórólapokon, de mégiscsak leginkább egymásnak adogatják az anyukák. És uh, tudom, hogy jött olyan megkeresés hozzánk, hogy az apuka kint uh, ringatta a gyerekeket, az ikreket a, a bolt előtt, míg az anyuka beszaladt vásárolni, és oda hozzá egy idősebb hölgy, és mondta, hogy hát hallottak az otthon segítünk alapítványról, hát keressék meg őket, és akkor így hívtak föl minket. Tehát, hogy, hogy uh, azt gondolom, hogy tényleg ez Azért is fontos, mert egy nagyon erős ilyen bizalmi tényezője van annak, amikor valaki ezt így átadja, hogy tényleg ők segítettek. A barátnőmtől hallottam, a szomszédomba jártak. És ennek szintén egy nem elhanyagolható része, hogy egyre több önkéntesünk kerül ki a segített családokból, tehát azokból az anyukákból, akikhez valaha járt otthon, segítünk önkéntes, miután felnőttek a gyerekeik. Ők is vállalnak önkéntességet az alapítványnál. Milyen visszacsatolási lehetőség van a rendszerben, ahol a családok elmondhatják, hogy mit kaptak az otthon segítünk alapítványtól, és mik azok, amit leggyakrabban emlegetni szoktak a szülők, amit az önkéntesektől kaptak? Azt gondolom, hogy ami, ami nagyon érdekes, szoktuk kutatások miatt telefonon elérni, interjúzni az anyukákat, az önkénteseket is párhuzamosan, hogy, hogy kinek mit adott ez a támogatói folyamat. És ami például nagyon érdekes, hogy a, az anyukák mindig arról, vagy nagyon gyakran számolnak be arról, hogy ez egy milyen elképesztő, nagy és fantasztikus segítség volt. Akár az, hogy valaki rájuk nyitotta az ajtót, akár az, hogy hogy tényleg a, néha kivasalta a babaruákat, de egyszerűen jelen volt, Tudott a gyerekekkel egy picit, adott esetben az anyuka foglalkozni, míg az önkéntes a, a nagyobb gyereket lekötötte, vagy fordítva, ő meg tudta írni a szakdolgozatát fejezetenként, amíg az önkéntes odajött a gyerekekkel játszani. Tehát tényleg nagyon sok élethelyzetben segít. És találkoztunk már tényleg sokféle segítségkéréssel, de ami viszont nagyon izgalmas, hogy amikor az önkénteseket kérdezzük ennek a másik feléről, akkor nagyon nehéz megfogalmazni önkéntesként, hiszen úgy érzi az ember, hogy ő ott semmit nem is csinált. Hát ugyanazt csinálta, mint amúgy is otthon, ami nem egy nagy dolog. Tehát annak, a, ami, ami valójában a család számára egy elképesztő nagy, és, és tényleg egy ilyen, um, ö, olyan segítség, ami nagyon sokszor kihúzza őket a mélyvízből, az valójában az önkéntes számára egy teljesen hétköznapi olyan cselekedet, ahol így nagyon meg is szoktak lepődni, hogy jé, hát én ennyire nagy hatással voltam erre a családra és az ő életükre. Ez nagyon izgalmas ezt a párhuzamot látni. kulcsfontosságú az önkéntesek szerepebe az egész folyamatban. Kik szoktak általában jelentkezni? Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie a jó önkéntesnek, a jó segítőnek? Van-e valamilyen szűrőrendszer, vagy bárki jelentkezhet, és bekerülhet a programba? Ami a, igazából egy kritérium a családokat támogató önkéntesek esetében, hogy ők maguk is kell, hogy rendelkezzenek szülői tapasztalattal és ez um, alapvetően a, a, a nemzetközi kódexnek is a, a része, tehát hogy abból indul ki maga a, a szervezetnek ez a támogató tevékenysége, hogy azt a fajta tudást adjuk át önkéntesként, amit már megszereztünk a saját a szülőségünk kapcsán. Általában nők jelentkeznek, általában ö, olyan nők, ami nagyon érdekes, akik nem csak egy, hanem több helyen is önkénteskednek, tehát az önkénteseink több helyen is adják magukból a nem is csak a tudást, hanem a jelenlétet. Ez általában nagyon érdekes, mert ez a, a, a magyarországi önkéntességre úgy általában is jellemző, hogy aki önkénteskedik, az nem csak egy helyen, hanem több helyen is önkénteskedik. Ez a mi önkénteseinkre is jellemző. Valójában az önkéntesek, amikor jelentkeznek a, az alapítványnál, akkor egyrészt nagyon fontos az, hogy ott tudnak önkénteskedni, ahol van a lakott helyükön önkéntes szervezet, hiszen nagyon fontos az, hogy nem egyedüli, úgymond partizán önkénteseket képzünk ki, hanem fontos, hogy, hogy ők egy csapat részeiként működjenek, és egy koordinátor keze alatt dolgozzanak ahol nincs még helyi szolgálatunk, ott megpróbáljuk azt felmérni, hogy az, aki önkéntesnek jelentkezik, alkalmas-e arra, hogy koordinátorként elkezdje a szervezetet azon a településen kiépíteni, ahol, ahol ő él. A, a koordinátorok és az önkéntesek között, ami azért nagy különbség, hogy a, a koordinátorainkat 120 órában képezzük ki megalapozói lesznek a, a szervezetnek helyi szinten, hogy ők rengeteg olyan tudást és készséget is kapnak, amihez a szervezői munkához kell, illetve ők fogják helyben kiképezni a, a leendő önkénteseket, aki pedig önkéntesnek jelentkezik, és, és abban a szerencsében van rész, hogy tényleg van ott a, a településen egy szervezet, ahova csatlakozni tud, őket pedig 50 órában képezzük ki arra, hogy hogyan is lehet jól segíteni. Az a tapasztalatunk, hogy aki nem alkalmas erre a fajta munkára, ő úgyis ki fog hullani a, a képzés alatt. Tehát nagyon fontos az, hogy elfogadás, az értőfigyelemnek a, a megtanulása, elsajátítása, annak a fajta, megerősítő és támogató jelenlétnek a szükségessége, amit tényleg ezt hordozza magába, hogy mi nem megmondani akarjuk, hogy mi jó annak a családnak, hanem az ő rendszerünknek átmenetileg a részévé válva segíteni azt, hogy ők utána, amikor ez a segítés, támogatás véget ér, akkor ők megerősítve, megerősödve tudjanak tovább létezni és tovább élni a hétköznapjaikban. Az otthon segítünk alapítvány másik kulcsmomentuma, ha lehet így fogalmazni, az a generációk közötti együttműködés. Korábban nem volt kérdés az, hogy hogyan működik a szülői tapasztalat átadásának a körforgás, ez azonban nagyon sokat változott az elmúlt évtizedekben, és ha csak arra gondolunk, hogy sok esetben a fizikai távolság is majdnem, hogy lehetetlenné teszi a rendszeres kapcsolattartást a generációk között, vagyis a sok esetben a nagyszülők és az unokák évente csupán egy-két alkalommal tudnak találkozni, akkor azt is gondolhatjuk, hogy nem pusztán a szülőknek és a gyermekeknek van szükségük az idősebb, tapasztaltabb személy támogatására, hanem az idősebb generációhoz tartozó önkénteseknek is ugyanúgy szükségük lehet a fiatal családok támogatására. Mennyire Mennyire jellemző ez a felállás, hogy mennyire jellemző valóban az, hogy hogy adott esetben az idősebb generáció tagjai is ugyanúgy a saját érzelmi, lelki szükségleteiket ki tudják elégíteni ezáltal. Ez azt gondolom, hogy nagyon sokszor felszokott merülni a, a munkánk során, és nagyon sok olyan megkerés is, is jön, vagy érdeklődés, hogy Mindkét oldalról, hogy van, aki unokát keres, van, aki nagymamát keres. Nem annyira a, a mi tevékenységünk ö, ö, körébe tartozik, mert ö, a, tehát pontosan azt gondolom, hogy és, és ide tartozik a tényleg a generációk közötti támogatás abból a szempontból, hogy nagyon fontos, hogy az, aki már ezt a szülői tudást és, és biztonságot megszerezte, az továbbadja a következő generációnak. Ez egy nagyon erős bizalmi szövetet épít ki a társadalomban. Viszont nagyon fontos alapvetésünk, illetve a tevékenységnek egy fontos része az, hogy mi átmenetileg támogatjuk a családokat. Tehát három-hat hónapos időszakon keresztül, és ez azért fontos, egyrészt a a, a jól, jól segítségnek, jól támogatásnak van, -e, van egy ö, szükséges objektivitás igénye is, tehát hogy egy kicsit ö, úgy tudjam megtámogatni őket, hogy nem vonódom be érzelmileg, tudom, hogy én nem maradok örökre ott mellettük, nem fogok mindig mindent ö, segíteni abban, amit nem tudnak megoldani, tehát ez a képessétevéshez fontos, hogy átmenetileg segítjük a családokat. És valójában um, akkor, uh, hát ezt, ezt már a, az önkéntesek képzésénél is nagyon hangsúlyozzuk, hogy, hogy fontos az, hogy ők azt tudják, hogy ez véget fog érni, ez a fajta támogató folyamat, és hogy el tudják engedni a családokat szépen, és a család is el tudja engedni az önkénteseket. Tehát ne egy nagy mama szerepben legyenek jelen a családban. Ez egyrészt a szervezet értékrendje és céljai számára is nagyon fontos, másrészt pedig a maga a szervezet, mint szolgáltatóként is fontos, hiszen amikor a családok sorba állnak, Azért, hogy legyen olyan önkéntes, aki őket látogatni fogja, akkor nagyon fontos, hogy egy önkéntes ne végtelenségig ragadjon be egy családnak az életébe, hanem ő tudja, hogy egy következő családnak is szüksége van rá, várja az ő segítségét, és egyszerűen forogjon, úgymond a, a, az önkénteseknek a jelenléte a, a rászoruló és várakozó családok körében. És azt gondolom, hogy hogy magát, a, tehát nagyon az a tapasztalatunk, hogy a, a, ez a hat hónap bőven elég időszak arra, hogy ezt a generációk közötti támogatást, tapasztalatcserét és tényleg leginkább a, a, a megerősítést és azt a pozitív üzenetet, hogy, hogy nem vagy egyedül van segítséged, ezt abszolút át lehet adni hat hónap alatt is. A generációk közötti együttműködésnek a másik oldala, a generációk közötti konfliktusok és feszültségek a fiatalok sok szempontból másképpen látják a világot, máshova helyezik a hangsúlyt, mint a szüleik vagy a nagyszüleik tették. Ezek az ellentmondások a gyermeknevelés területén is érzékelhetőek, és amennyiben igen, akkor miképpen tudnak felkészülni főképp az idősebb generációhoz tartozó önkéntesek ezekre a szituációkra, és mennyiben fontos, hogy mintát mutassanak a fiatalabbak számára. Amit uh látunk, hogy az anyukák, tehát a fiatal anyukák egyrészt nagyon-nagyon sok információval vannak körülvéve, nagyon sok eszközzel vannak körülvéve, nagyon sok lehetőséggel arra, hogy ők vajon merre induljanak, vagy mit, mit, tartsanak jónak, milyen nevelési stílust, eszközöket válasszanak. Tehát ebből azt gondolom, hogy rengeteg van. Ez nagyon gyakran egy elveszettséget is okoz. És ugyanakkor az, hogy ők tudnak fordulni egy, 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 egy valódi húsvéremberhez, aki már ezt túlélte, és azt tudja mondani, hogy drágám. Minden rendben lesz, mert néha tényleg csak erre van szükség, hogy valaki azt mondja, hogy hogy akárhogy csinálod, minden rendben lesz, csak tudjad, hogy hogy csinálod. Tehát, hogy legyen valami az ember fejébe arról, hogy ő, 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 ő mire alkalmas, mit választ, mit szeretne, hogyan szeretné ezt, a, ezt az időszakot csinálni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy inkább az önkénteseink. Nagyon sokszor szembesülnek azzal, hogy olyan dolgok vannak a kisgyerekes családoknál, amiknek ők még a, a azt se tudják, hogy mire való, mire jó. Tehát eszközszinten borzasztó nagy változás van. A protokoll is mindig változik, tehát az én három gyerekem alatt is háromféle protokoll volt, hogy háton hason vagy oldalt kell fektetni a gyereket, és mindig valami más volt, tehát azt gondolom, hogy ez is mindig változik. Jönnek mindig új divatos nevelési elvek, jönnek mindig új trendek abba, hogy mit, hogyan kellene csinálni, de az a fajta megnyugtató jelenlét, és, és egy biztonságot adó felnőttnek a jelenléte, az azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hogy sokat számít mindenkinek, és nagyon, nagyon át tud segíteni, akár abban, hogy hogy, hogy egy, egy fiatalanyuka elpanaszolja azt, hogy neki mennyire sok, és mennyire nehéz megtalálni a, a saját útját ebben. És már ha e, erről van kivel beszélgetni, azt gondolom, az már közelebb visz ahhoz, hogy akkor valójában mi is az én utam. Mi, mi próbáljuk arra irányítani az önkénteseket, hogy, hogy tudjanak jól kérdéseket feltenni. Tehát ne ne akarják megmondani adott esetben, hogy mi a, mi a jó, mi a helyes, mi a könnyű út, hanem tegyenek föl jól kérdéseket, és, és hallgassanak is jól, mert néha csak ez kell, hogy, hogy valaki, aki nagyon sokat egyedül van otthon egy kisgyerekkel, a saját gondolatait és kérdéseit és félelmeit elkezdje kihangosítani, és ebből egyszer csak meg tud születni majd az ő útja. Valóban egy furcsa ellentmondás látszik a mai gyermeknevelés kapcsán, ahogy te is említetted, egyrészt túl sok az információ, túl sok az elvárás saját magunkkal szemben, hogy tökéletes anyák, tökéletes szülők legyünk. Másrésztől mégis, minthogyha nem lenne elég információ, gyakran tapasztalom én is, hogy a közösségi média felületeken Elinduló anyaklubokban. Sokszor érzik úgy a fiatal anyukák, hogy egyedi eset az övék, és egyfajta megnyugvást jelent számukra az, hogy megismerhetik mások történetét, és megnyugodhatnak, hogy nem egyedül velük történnek kihívást jelentő dolgok a gyermeknevelés kapcsán. Tudják-e pótolni az online közösségek a, a, az úgynevezett falut, ami ugye arra utal, hogy a régi bölcsesség szerint egy gyermek felneveléséhez egy egész falu kellett. Azt gondolom, hogy hogy legalábbis azt tapasztaljuk, hogy ha, ha már megvan egy létező kapcsolat, ha már megszületnek találkozások, és vannak valódi tudások arról, hogy mondjuk ki van a mögött, a profil mögött, akkor ez tud működni, és tud segíteni, és tud tovább tehát a hétköznapok szintjén támogató erővel hatni, de valójában egyre inkább azt látom, hogy előtte kell, hogy legyen valamiféle személyes, létező, valós kapcsolódás. Egy kicsit ezért is kezdtük el azt, pontosan amit mondasz, hogy, hogy, hogy a, a, a nem vagyok egyedül érzése az annyira Szükségessé vált, és nagyon-nagyon azt gondolom, hogy a, a, a COVID járványjal még jobban megerősödött az a fajta bizalmatlanság, elszigeteltség, és egy csomó olyan egyedülmaradás, és egyszerűen azoknak a, a, a gesztusoknak a hiánya, hogy rákérdezek a másikra, hogy tudok-e segíteni, mi van vele hogy egy kicsit azt is elkezdtük itt az alapítványnál feladatunknak érezni, hogy valamiféle közösségépítésbe, szülőtámogatásba belekezdjünk, hiszen egyrészt az önkénteseink száma is sajnos megcsapant a, a járvány alatt és a járvány után, és azt gondolom, hogy ez is egy teljesen érthető velejárója volt ennek a helyzetnek, de, de hogy borzasztóan fontosnak látjuk azt, hogy főleg az otthon lévő kisgyerek és anyukák találkozzanak egymással, merjenek egymásnak kérdéseket feltenni, adott esetben forduljanak egymáshoz, és, és ez, ez sajnos az a tapasztalatunk, hogy nem mindig működik spontán. Tehát nagyon sok mindenki marad egyedül, adott esetben csatlakozik online közösségekhez, de, de néha azt gondolom, hogy hogy amik ott egymásnak adott nem szakembertől származó információk és tanácsok azok néha veszélyesebbek. Mint, mint a semmi, de de nagyon fontosnak tartjuk, hogy hogy legyenek csoportok, legyenek közösségek, hiszen azokból is ki tudnak majd nőni ö, olyan emberek, akik a adott esetben a mi önkénteseinkhez tudnak csatlakozni, vagy pedig megtapasztalják azt, hogy hogy lehet és merhetek segítséget kérni és hívhatok be az otthonomba akár egy test, mert hogy ez is egy nagyon-nagyon erős bizalmi kérdés minden szempontból. Mint egy kicsit újra meg kellene tanulni azt, ami korábban természetszerű volt, hogy közösségben gondolkodjunk a gyermeknevelés kapcsán is, mert talán egy kicsit a, ma a fejekben az van, hogyha gyermeknevelés az a gyermeknevelés, ez a feladat elsődlegesen vagy kizárólagosan az anyát vagy valamelyik ö, szülőpárt érinti, Hol van jelen az otthon segítünk alapítvány? Valóban igaz az, hogy minél magasabb emeleten laknak, annál magányosabbak az anyák értve ez alatt, hogy minél nagyobb városban élünk, annál magányosabbak az anyukák, annál nehezebb közösséget találniuk a gyermeknevelés tekintetében is? Ebbe egyrészt látok is igazságot, másrészt van egy fordított logikája is a dolognak. Pont azért, mert azt feltételezzük, hogy a városban nehezebb közösséget találni, de ezen a, a városi környezet sokkal inkább elkezdett dolgozni, én azt gondolom. Tehát sokkal több önszerveződő ö, anyaklub, anyacsoport, szülőcsoport áll rendelkezésére a városi anyukáknak, aki erre képes és hajlandó és nyitott ö, csatlakozni. De igen, az pedig, hogy, hogy mondjuk egy, egy, egy lakóparkban, egy lakótelepen mennyire nyitják, vagy nem nyitják egymásra az emberek az ajtót, vagy mennyire egyáltalán ismerik-e a szomszédjaikat, az, az tényleg nagyon extrém helyzeteket tud produkálni. Tehát jelentkeznek hozzánk olyanok tényleg belső kerületekből is, akik akiknek semmiféle kapcsolódása közössége nincsen, holott egy olyan házba laknak, ahol nem tudom, 40-50 család él együtt, de még sincs valaki, aki, akitől lehet kérni mondjuk egy 10 percet, hogy le kell szaladnom a gyógyszertárba, vagy bármi ilyesmi. És ez együtt jár a magányossággal, azzal is, hogy nincs kivel beszélgetni. De ennek a másik tényleg, amire gondolok, hogy az extrém változata, hogy például azt látjuk az agglomerációban, hogy nagyon sok család kiköltözik, valójában menekül a városból, és annyira bezárják magukat a saját kertjükbe, a kisgyerekükkel, tipikusan ugye első gyerekkel vagy kisgyerekkel költöznek ki a családi házas részekbe, és felépítik maguknak a játszóteret, a hintát, a homokozót, és innentől kezdve be vannak zárva a saját kertjük falai közé. És azt is látjuk, hogy például ezeken a településeken fontos újra tanítani arra az anyukákat, hogy a játszótérre nem azért fontos kiárni, hogy ott a, a, ugyanúgy hintázzon a gyerek, mint otthon, hanem azért fontos, hogy megtanuljon közösségbe lenni, a, a kisgyerek, és a, az anyukák pedig tudjanak egymáshoz kapcsolódni, egymás számára legyenek támogató közegek. Hiszen nem tudunk minden kisgyerekes anyuka mellé egy önkéntest, még a legideális eset, Ideális esetben se tenni, vagy juttatni. Nagyon fontos az, hogy ezek a, az önszerveződések elinduljanak, és megtalálják, vagy megértsék annak a fontosságát az anyukák, hogy itt nem verseny van, hanem együttműködés van. És csak ezzel tudnak a, a gyerekeiknek is egy élhető jövőt, meg egy élhető közösséget teremteni, hogy, hogy megtanulnak együttműködni. A hagyományos családnevelési modell megszűnése, vagyis amikor Valóban nem pusztán az egyik szülő, legfőképpen az anyuka feladata volt kizárólagosan a gyermeknevelés. Hozzájárulhat-e ahhoz, hogy a fiatalok sokkal megfontoltabban, adott esetben későbbi időpontra halasztják a gyermekvállalást? A kutatások sorra megerősítik azt, hogy a tervezett gyermekszám mindig magasabb, míg a megszületett gyermekszám ehhez képest alacsonyabb. Azt gondolom, hogy ennek nagyon sok összetevője van. Tehát nagyon, és, és hát látjuk, hogy ez egy folyamat a, a, a világban. Azt is látjuk, hogy egyre tudatosabbak a szülők, ugye ez megint csak a tervezés, nagyon-nagyon tervezünk. De amikor a valóságról van szó, akkor egész más dolgok jönnek szembe. Vannak érzelmek, vannak ö, ö, olyan dolgok, amikkel nem nagyon számolunk, és... Ö, ezért is fontos az, hogy, hogy ha, ha tudjuk, hogy kire lehet számítani, ha tudjuk, hogy vannak adott esetben olyan vadidegen emberek, akik oda jönnek hozzánk a gyerekünk születése utáni első fél évben heti X órában jelen vannak, akkor az például egy nagyon pozitív üzenet abból kapcsolatban, hogy adott esetben, ha vállalok még egy gyereket, akkor sem maradok egyedül. Tehát nem esem bele abba a a helyzetbe, hogy, hogy nem lesz senki támogatásom. Tényleg nagyon-nagyon sok iránya van ennek a folyamatnak. Nagyon akarunk tervezni, de nem lehet tervezni mindig. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy majd így fog történni, de aztán a valóság mindig valami egész más helyzetet produkál, az élet, az érzelmeink valami egész más váratlan helyzetet produkálnak, és, és azt gondolom, hogy ez a nagyon nagy tudatosság, ez nagyon veszélyes is egy csomó szempontból, mert nem vagyunk felkészülve arra, hogy, hogy rugalmasabban kezeljük azokat a helyzeteket, amik egyszerűen a, a, az érzelmeink, az ösztöneink, és egyáltalán bármi, ami, ami, a világ, akár egy járványhelyzet tud hozni az életünkbe. Van-e olyan történet, ami inspiráló lehet azok számára is, akik gondolkodnak azon, hogy önkéntesként csatlakoznak az otthon segítünk alapítvány munkájához? Ó, hát azt gondolom, hogy, hogy rengeteg inspiráló történet van. Leginkább azok a sok-sok éve akár, tehát tényleg van olyan koordinátorunk, önkéntesünk, aki, aki 15-20 éve már belünk van, és hát rengeteg történetet gyűjtenek és, és mondanak. Én azt gondolom, hogy, hogy önmagába az, hogy én is önkénteskedtem egy családnál, és Hát nagyon-nagyon tanulságos volt. Nagyon egyrészt azt megélni, hogy oda megyek vadidegenként egy családhoz, ők beengednek az otthonukba, beengednek a hétköznapjaikba, megosztják a félelmeiket, a kérdéseiket, és, és valójában tőlem várják a, a, a megerősítést a, a, arra, hogy, hogy tényleg minden rendben lesz az életükbe, és, és meg fogják tudni oldani ezeket a kezdeti éveket. Ami, ami nagyon felemelő ebben, az az, hogy valami olyat tud az ember nyújtani egy másik embernek, és tényleg egy nagyon sérülékeny időszakban lévő másik családnak, ami valójában nekem nem kerül semmibe. Nekem már ez a tudásom megvan, már ez a fajta tapasztalatom megvan, és innentől kezdve biztossággal mondom, hogy túl fogjátok élni, és minden rendben lesz. És az, hogy, hogy mennyi, tehát tényleg akár, akár az az anyuka, aki úgy tudta megírni a szakdolgozatát, hogy odajárt hozzá az önkéntesünk, és közben ő a másik szobában megírta, vagy az, a, az az anyuka, aki Ö, egyedül nevelt COVID alatt egy autista gyereket, és bezárt az óvoda, és ő munkaidőkedvezményt kapott, hogy dolgozhat otthonról, de hát az autista gyerek mellett nem tudott otthonról dolgozni. Tehát amíg az iroda bezárt, addig járt hozzá egy önkéntesünk, hogy ő dolgozni tudjon a, a, a lakás másik felébe, és hogy ezt végig tudta csinálni. Rengeteg olyan család keres minket, akik költözés miatt kerülnek egy új településre. Nincs ismertettségük se a saját korosztályukba, se arról, hogy mi hol van, hogy működik adott esetben a, a, a helyi bármi ö, rendszer. Ott például együtt végigjárják a, az óvoda segítésben, tud, keresni, ö, tud segíteni az önkéntes. Tehát nagyon sok ilyenfajta kapcsolódás van. És azt gondolom, hogy rengeteg olyan pozitív történet van, Volt olyan anyuka, aki azt kérte, hogy főzni segítsen valaki neki, mert ő meg szeretne tanulni főzni, mert eddig még nem főzött, most, hogy gyereke van és, és otthon van, tehát, hogy, hogy számtalan olyan, olyan kérés és élethelyzet van, amire valójában nem is gondolunk, és tényleg ezek nem kívánnak extra tudást, segítséget, semmit, ezért is azt mondom, hogy nagyon fantasztikus az a az a logika, hogy felépül ez a szervezet, hogy a, a koordinátorokhoz beérkező segítségkérés, amikor megérkezik, utána a koordinátor végig gondolja azt, hogy az ő önkéntesei között ki az a, aki leginkább passzol ehhez a családhoz. Tehát, hogy itt is van egy ilyen nagyon, nagyon plusz pozitív hozzáadott érték. És azt gondolom, hogy innentől kezdve rengeteg, rengeteg jó történet van, és, és, nagyon ilyen szerencsés egymásra találás. Amiről ritkában esik szó, hogy mik azok a plusz hozadékok, vagy élmények, vagy tapasztalatok, amit viszont az önkéntesek szereznek meg azáltal, hogy fiatal családoknak segítenek, támogatják őket. Egyrészt azt gondolom, hogy ami, ami uh, nem elhanyagolható, hogy uh, ők is azt a fajta kompetenciát uh, egyrészt a képzés alatt megkapják, hogy hogy, hogy uh, lehet jól segíteni, és hogy ezt tényleg meg tudom csinálni. És tényleg tudok valakinek uh, rengeteg olyat adni, amiről nem is gondoltam, hogy ez, ez érték lehet egy másik ember számára. Tehát ez egy fantasztikus visszajelzés. Maga a, a, a képzéseink, illetve a ráképzéseink, a felkészítés és utána a, a, a rendszeres ráképzéseink során rengeteg olyan készséget, tudást kapnak, ami egyrészt a saját életükbe is nagyon-nagyon sok plusz hozadékot víz be a saját családjukban. Szokták azt is mondani, hogy ez nagyon jó anyós képző, mert hogy az elfogadást és a, az értését a fiatal családok helyzetének azt, azt nagyon átviszi. De nagyon fontos kommunikációs készségeket kapnak, ezen kívül pedig kapnak egy közösséget. Tehát a, a, a koordinátoraink rendszeresen tartanak esetmegbeszéléseket a saját kis csapatuknak, és ezen túl rendszeresen vesznek részt olyan szabadidős programokban is, ami tényleg az ő közösségüket építi. Úgyhogy ez is azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon plusz hozadéka a dolognak. És az utolsó kérdésem, amit mindig felszoktam tenni, hogy mit olvastál utoljára, és milyen könyvet ajánlanál a fiatalok számára? Amit én most ajánlanék, és mindig újraolvasom, és idén-nyáron is újraolvastam, az a Fűhárfa című könyv, nem tudom ismered e a Truman Kapotinak egy könyve, és kicsit azon gondolkoztam, hogy ez is valamilyen módon kapcsolódik, ez a generációk közötti együttműködés, szolidaritás. Két öreg hölgy nevel egy kisgyereket egy ilyen nagyon érdekes állapotban. Nagyon nagy, én, én, nekem ez egyik nagy kedvenc könyvem, és nagyon szeretni való könyv, és maga ez a, a, a fűhárfa jelenség, azt is, aki elolvassa, hogy megtanulja ebből a könyvből, vagy meghallja, hogy mit is jelent, de én most azt gondolom, hogy ezt hoznám, vagy ezt ajánlanám. Nagyon szépen köszönöm az értékes beszélgetést, és ha van a hallgatók között olyan kisgyermekkel otthon lévő szülő, aki úgy gondolja, hogy szüksége lenne bármilyen nemű támogatásra, akkor csak bátorítani tudom őket, hogy keressenek benneteket bizalommal. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Várjuk szeretettel az önkénteseket is, és a fiatal családokat is. Köszönöm. Köszönjük, hogy meghallgattad a Téka Podcast legújabb epizódját. További tartalmakért látogass el az Ifjúság Kutató Intézet honlapjára és Facebook oldalára.